Hangos kürt jelezte, hogy kamion érkezik a Máté Szalkai cukrászda elé. Folyamatosan vették a rokonok az akciót. A teherautó hűtőrácsára volt rögzítve egy hatalmas vászon, rajta a kérdéssel: Vivi, hozzám jössz. Közben szóltak a cukrászdában dolgozó leendő menyasszonynak is, aki nagyon meglepődött. Én dolgoztam, ugye nem sejtettem semmit, csak úgy jöttek a barátok, a családtagok, mindenki fagyi, süti, üdítő, ilyesmi, és mindegyikkel meg volt beszélve mindenkivel amúgy, hogy fognak jönni, megnéznek, mert szoktak járni. Csak az feltűnt, hogy mindenki egyszerre, de nem sejtettem abszolút semmit sem. Utána kiszállt a kamionból az ifjú vőlegény, majd letérdelt, és szóban is feltette a kérdést, és átnyújtott egy csokor rózsát. Utólag esett le Viviennek, hogy mi készült. Az egyik barátnőm érdekes módon beküldött, hogy hozzak már neki egy gömböt, ki akartam hozni, de közben bejött az egyik, hogy ne jöjjek. Utána már leesett, összeraktam, hogy nem véletlen, hogy nehogy meglássam hamarabb. Aztán hallottam egy kürt szót, sógornőm beszaladt, hogy menjünk már ki egy kicsit, és ahogy kijöttem, akkor láttam a lepedőt, meg a kamiont, és akkor egyből rám jött a sírás, és nagyon remektem. Nagyon. Mi volt a válasz? Igen, természetesen. Vivien azt mondta, mindig is ilyen különleges leánykérésről álmodott. Volt már tervben, igen. Csak nem tudtam, hogy mikor fogja megkérni a kezem. Én már szerettem volna hamarabb is, de mindenek eljön az ideje, úgy látszik. Ilyen különleges lesz majd a házasságkötés is? Hát most már muszáj, úgyhogy most már igen. Éljen a tétű pár! A pár azt tervezi, hogy jövőre vagy az után mondják ki a boldogító igent.